az előző rész tartalmából. Már kész volt a tea, és akkor hazajön a kisebbik fiam, Benjo. Én éppen fogat mostam, fürdőszobában, és akkor hallom, hogy csukdolóznak. Bejön, és akkor mondom, Benjo, még meleg volt a tea, szolgáld ki magad, ha akarsz, igyál teát, nincs megcukrozva, egyszer hallom, hogy csukdolóznak. Ezt Levente így odasúg neki, hogy vigyázz, Benjo, fából van a tea. Igen, mert mi volt benne, ugye, nyírfa. Nyírfa. Nyírfácska. Jó, hát amit most fogunk főzni, annak egyelőre nincsen neve, majd menet közben adunk neki nevet. Improvizálni szoktam. Egy biztos, nem ez. Ezt karácsonyra kaptuk, fölbontottam eddig. Köszönöm. Tehát... dísznek jó lesz. Igen, de azóta is itt pihen, nem tudom minek tartogatjuk itt egyébként meg. Mert lehet, hogy odadom, de nem neked. Karácsonyi... Neked? Persze, én majd egyszer el fogom szívni. Én szívtam már pipába te a füvet, kipróbáltam. Szar. Nem, én meginni akarom majd. De tudod mi a baj? A filter. Tudom. Nem baj, hát én még fiatal szervezet vagyok, én mérgezhetem magam. Minden kibolyt. Igaz, hát jogos, én már kipróbáltam mindent előtte. Lényeg az, hogy ma a tejának az alapja... Hű, mivel is kezdjem? Ja igen. Tehát fűzfa kérek. Ezt most frissen... A vizet azt előmelegítettem, tehát azért gőzölök. Előkészítettem itt egy pár dolgot. Na igen, 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 ez fontos. Én nagyon-nagyon ritkán szoktam cickafark teát fogyasztani, akkor, hogyha gyomor problémám van. Eszem azt, hogy olyasmit fogyasztok, ami mondjuk már kerülöm, mert már tudatosan kerülöm azokat a dolgokat, amik irritálják a gyomromat, és mondjuk sav túltengéshez vezetnek, és mondjuk marja a gyomromat, de valamelyik nap már ismét belenyúltam a jóba, mert ugye mikor kezdődött ez, vagy 5-6 éve, hogy elmentünk egyszer vendégségbe, és ott volt a jó dobostorta, hát azt én aztán neki láttam, miért? Ne alapon, és tudod, ott volt a cukormáza tetején. Mire hazaértünk, egyszer csak érzem, hogy burúgy, és már le is ültem kész, és akkor tudod, orvosi rendelő, nospa injekció, meg mit tudom én, fájdalomcsillapító nem hat, aztán azért vissza, és akkor mondom, semmi, még ugyanúgy, mintha bedöftek volna egy tört a gyomromba, akkor megint ugyanaz egy injekció, és úgy jöttem már haza, akkor már nyugtatót is kaptam, meg minden. És úgy szálltam ki az autóból, késő este volt már, meg sötét, meg minden, nyitva hagytam a kocsi ajtót, bejöttem, azt így elborultam az ágyon, és reggel anya megy ki, hoppa, nyitva a kocsi ajtó. Na mindegy, azóta én már fel vagyok ki, eleve tudatosan kerülöm azt, ami irritálhatja a gyomromat, de valamint, ha reggel fölkeltem, belefutottam a jóba, de nem is vettem észre. Érted? Ott figyel a jó dió, amit a mókus elől megmenekítettem, és nem mondom, nekilátunk egy kicsikét, és akkor mindenkinek török egy picit. Érted? 2-3 szemet, hogyha megy suliba, akkor maszkában nyom, ne, egyed. Vagy magamnak is. Jó, belejöttem, hogy mit tudom, egy ilyen 20 szem diót, így nyam-nyam, csak úgy toltam befele törés közben. De nem is ettem sokat eleve. Érted? Tehát reggeliztem, egy keveset ebédeltem, ezért vagyok ilyen sudár nátszál, és utána el is van felejtve. Délután érzem egyszer, hogy mindig szoktam érezni az előért, itt valami nem stimmel, elkezdett égni a gyomrom, úgy finoman jelezve, és akkor hát estére már olyan, jó, tényleg az, amikor tördöfnek, és gondolkodok rajta, hogy mi volt az. Hát reggelire ettem omlettet, de hogy hát a 4 fős családnak készítettünk 10 tojásból omlettet, ebédre volt tyúkhúsleves, meg valami ekkora darabka rántott hús, ami ott maradt. Ez, hát ez még így nem verhet földhöz. Aztán késő este eszembe jutott a rengeteg dió, amit lenyomtam. Hát olajos magok, ugye azokra reagál a gyomrom. Már volt, hogy bevertem egy csomó magyarót a fán, mikor szedtem. Na, azt is megéreztem. Na, ugyanúgy, nekem dió, egy-két szemet lehetne, de úgy, hogy érted, törés közben így félmaréka, pek-pek. Nem, az nem lehet. Na jó, tehát, mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? Igen. Nem. Kész, kezdjük a dolgot. Igen, cicka far. Ja, hát akkor este mit szoktam már ilyenkor? Nem megyek én már orvoshoz ilyenkor, hanem van a cicka fark, az jó, durván, jó, erős teját azért megnyomja az ember belőle. És mit szoktam még beletenni? Hát mindent, ami lúgosít. Például szódabikarbonát, mit tudom, 2 kanállal bekeverve vízzel lenyolt, megkérdez, jönne, tudod, a savas felbüffenés, érted, hogy fél óráig így kell állni, mert ha leülsz, akkor olyan léggömb lesz a gyomrodban. Mindegy, hát nem kell már orvoshoz mennem ilyen esetekben. Kezdjük! Tehát, ennek a tejának az alapja a cickafark,
és hát eleve lúgos összetételű dolgok lesznek benne alapjában. Tehát mondjuk, hogy egy lúgosító teára készülünk, tehát cickafark. Szagold meg? Illatold meg? Ezt szedted már le úgy frissiben? Nem igazán, hát esetleg veled. Igen, én azt szoktam, hogy ez amikor nekilendül, így tavasszal, akkor én úgy, ahogy van, tehát hogyha olyan helyen járok, ahol kutyák nem, tehát kint a réten, messzire, akkor úgy, ahogy van a virágot, legelem, mint a birkácska. Jó, ezt félreteszik, tehát a teán alapja cickafark. Az meg kész főzőműsort fogunk nyomni. Továbbá fokhagyma, szintén lúgosít. Cickafark, fokhagyma. Igen, tehát a fa az nem maradhat ki, ez fűzfa kéreg. Fűzfa kéregről annyit kell tudni, hogy az alkotó elemei a tejában kifőve, gyomorba bejutva, fájdalomcsillapítóként jelennek meg, hogyha a gyomor lebontja a alkatrészeire. Citrom szintén lúgosít. Ja, fogpiszkáló, azt nem fogom többet kérni, mert végén te fogod beledobni. Tehát a múltkor, amikor főztük a teját, belevágtad, undorító volt. Úgyhogy kikerülöm. Ez elvileg fenyőfából készül, nem érdekel. Ott van helye. Még mielőtt beledobnál, beledobom én. Lestján. Oh, ez muszáj. Ennek az illatát. Jó, kemény illata van. Ugye? Próbál ki? Hogyan jeleneznéd az illatát? Mihez? Mihez? Mihez hasonló? Hát durván fűszeres. De mihez? Valami, mint amit esetleg a húsokra szoktak rátenni fűszert. Hát mert mondjuk ez pont, hogy a levesekbe húsokra? Igen, igen. Nem vagyok szakács egyébként, ahogy látható. Na, tehát egy kevés lestján. Azt talán még mindig fűszerek jönnek. Mi van abban a balántányszas üvegbe? Tessék? Mi van abban a balántányszas üvegbe? Majd mindjárt mutatom, meg kell egy kóstolt. Csipetnyi majoronna, tehát most olyan fűszerek jönnek, amit csak megmutatok neki, de maga az alapja, hát ugye a fűzfa az elég vastag volt. Aztán szegfűszer, ki nem hagyható. Na, utána bánki szóda. Mindjárt, mert szomjas is vagyok. De tényleg ezek pont azok a fűszerek lesznek. Nem. Kínai levest azt nem. Azt ebben nem. Bors, ez a emésztésért, anyagcseréért felelős, de ez is csak éppen, tehát nem túl teng, hanem csak egy picit megmutatva neki egy-két kis pöttyenet, és a fahéj, na hát azt nem lehet túladagolni, viszont a citrommal és a szegfűszeggel kombinálva a fahéj olyan különleges ízharmóniát teremt a tejának. Na, indulj meg! Jó, tehát ezt se kell túl kombinálni, meg is vagyunk minden alkatrészével. A víz az elő lett melegítve, tehát előforralt víz, hogy ne kelljen rá várni. Nem hagytam ki semmit, ugye nem? Tehát alapvetően olyan alkatrészeket tettünk a tejába, illetve ez először, tehát nálam minden teja először készül el, és talán utoljára mindig mást főzök. Két ugyanolyan teát én még nem főztem. Ezért aztán, hogy ennek mi lesz a neve, azt még nem tudjuk, ezt eltesszük. Na és a végére tartogatom a meglepetést, mert ezt én már nem szeretném a tehát forrás közben beletenni. Az illata mire ezt hasonlít? Ez valami szőlős tudsz, nem? Kicsit olyan, mint... Saját készítésű, ezt én készítettem. 5 literes befőttes üvegbe, kérlek szépen tettem alulra. Hát gyógynövénykombó, utána kenyér. Szóval még borkalé, vagy mi? Nem, utána a szeletelt alma. Mindjárt megmutatom a boltit, mert azt is használjuk, de ez nekem nagyon féltett, mert de nagyon mi keveset. Ez? Mi? De mi ez? Mindjárt mutatom, ne aggódjál már. A ecet? Hogyne? Ez a gyári. Ez a házi, ezt én készítettem. Hát ennek sokkal-sokkal szúrósabb, mert ez párlat. Én csak erjesztettem, tehát ez sokkal gyengébb. Ez azért, maga az almaecet higítva is lúgosít. Tehát ha a gyomorba kerül, egyébként savaském hatású, de ha a gyomorba kerül, az alkotó elemei
De hát így töményen azért én nem szoktam ezt se, ezért használom ezt, mert ez is almaecet, házi almaecet, csak ugye sokkal gyengébb, mert ez nem párlat, hanem ez egy erjesztett. Ez ténylegesen ott van az almának minden alkatrészeben, mert ez ugye eléggé le van vegyileg tisztítva, ez nincs. Tehát ez egy 5 literes üvegbe meg lett erjesztve, ott hagytam nem tudom 2 hétig, azt se érdekel a 3 hétig, és utána leszűrtem, és annak a leszűrt... Ez nyugodtan meghúzhatod, mert ez nem olyan erős, mint az almaecet, ugyanis ez nem párlat, hanem erjesztés. Nyugodtan, bátran, jellemezd. Ez házi almaecet. Olyan, mint a romlott must. És a romlott must az bor, nem? Igen. Ez savanyú must, nagyon savanyú must. Savanyú uborkának a leve, ilyesmi, tehát ugyanaz a kémhatás. Savas kémhatású, erjesztett házi almaecet, de ez nem párlat. Illetve nincs is olyan erős. Ez simán lehet egy felesbe adagolni. És hát, ugye ebben minden alkotó eleme benne van, jelen van. Mit akartam mondani? Pakold már azokat a fűszereket, légy szívesen. Ja, hogy ez a végén kerülne bele, hogyha ez a teja már lehűlt. De valószínűleg nem is fogjuk megvárni, mert már előtte megisszuk. Még mielőtt megfőne. Illetve nálunk hogy működik a teafőzés? Az, hogy mondjuk főzök 2 pohárral, tehát 2x2 decit. Igen, azt így hirtelen le is szűrjük, megisszuk, de ugye ott marad még benne kb. Egy deci víz, és abba ázik reggelig ez a... Ezt most minek nevezzem? Alkotó elemei? Ez nem akarom ledegradálni saját magam előtt, meg itt a kedves nézők előtt ugyebár. A boszorkány főzetemet, de anya nem mer inni belőlük, pedig egy semmi bajunk tőle. De, tudod mikor ivott? Igen, ez fontos. Azóta bízik is bennem egyébként. Egyik éjszaka ilyen hajnal 3-kor föl kell, hát női problémák, görcső a hasa, de nagyon. Neki általában elég heves szokott lenni a kezdeteken. Hát akkor mondom, hogy vele érzek, mondom neki, hogy figyelj ide, mert régen ilyenkor mi van, fájdalomcsillapító, görcsoldó, gyógyszer, nospa, mit tudod, itthon az ember tartotta, hogy most már mit tartunk, itthon semmit. Nincsenek gyógyszereink, én tudom, hogy mi kell mindenkinek. Elment egy autó. Úristen. Na, de hát itt nem szokott autó menni ebbe az utcába. Na, a lényeg az, hogy hát mondom, akkor vele tartok, kijöttem a konyhába hajnal 2-3 között, összeütöttem egy kombót. Hát ilyen a cickafark az kifejezetten női problémákra van, illetve bármi baja van a gyomrodnak. Cickafark önmagában nem lehet túladagolni, minél többet raksz bele, annál hamarabb hat. Nyugtató, görcsoldó. A többit most nem részletezem, hogy mit tettem bele, de ez női problémára készült. És anyát azonnal kiütötte. Tehát az volt az, hogy ez hétvége volt, és ti is aludtatok, de már fölkeltetek egyébként, csak ugye nem kellett korán kelni iskolába, mert na, az illata az... durva. Kérlek szépen, mi általában anyával föl szoktunk kelni reggel 5-6 között magunk. Tehát ma például 4:30-kor keltünk. És akkor tudom, mérgelődött ott az ágyba, hogy basszus, itt a hétvége, lehetne hétig aludni, azt itt van fél öt, azt itt nyitva megy kávét főzni rögtön, meg itt már föl is pattantunk, meg ez van. Akkor én előttetek föl, ja nem, de vizé. De, akkor voltál kint WC-n. Hagyjuk, ne részletezzük, jó, hogy ki mikor volt WC-n. Lényeg az, hogy mondja, hogy ugye görcsöl neki a hasa, hát így női probléma, kijövök, összeütök egy kombót neki, cickafark volt az alapja, és akkor ahhoz tettem én így, ami illik hozzá, és felerősíti a hatását. Beviszem a teát neki, 2x3 deci, túladagolva, mindent beletettem, amit csak így eszembe jutott, hogy na, ez jó, akkor még az is, akkor még amaz is. Mert meg mi az így hat rá? Igen, akkor tudom, hogy a 2 ötvözve, és akkor tudod, az ember így felnagyítja a dolgokat. Jó, elkortyogattuk a teát, következő jelenet reggel 10-kor így... Jó faszom volt ez. Jan Benzsó. De tényleg így nézzünk egymást, hogy mi történt? Úgy kiütöttük magunkat, érte, én tudtam egyébként, csak de legalább utána ezek a gondjai elmúltak. Igen, lehet, hogy így egy kicsit így szédelget, jövök reggel itt csinálni, de nincs ezt tudsz, hogy ez a feszült, ingerült, hagyjál a békén, ne szóljon senki hozzám! De olyan nem ilyen szokott lenni, de minden nő tudja, hogy amikor menszesz van, akkor ingerült. Na de, érted, ebben az esetben, jó, mindenkor van gyerekek. És akkor
ti is fölkeltetek, láttátok, hogy alszunk, még gondolom elmentetek vissza a szobába számítógépezni, hogy én hogy nagyon jó sült el a dolog. Igen? Egy szép napon. Igen, egy szép napon. Egy éve, tavaly nyáron. Na, most kezd összeállni. Jó illata van. Ilyen kínai leves, vagy nem tudom, fűszegy illata van. De ez tea és megint fa van benne. Ja! Vigyázz, Benjo! Fából készült a tea! Igen, ebben, hát láthattátok, hogy mi került bele, nem sorolom fel. Lehet, hogy az lesz, hogy a film végén már ott tartunk, hogy ki kell írjam a receptet, mert olyan... Hát ugye már mennyi visszajelzést kaptunk. És mondtam, hogy igen, ezt vagy ne csináljátok utánam, vagy ne hivatkozzatok rám. Ennyi, ez a két verzió van. Azért, mert én tudom, hogy mit csinálok. Tehát régen a tártosok voltak ilyenek, akik pontosan tudta, hogy mit csinál, nem hülye. Tehát ők ilyen gyógynövényfőzeteket készítettek maguknak, és tudták, hogy meg kísérletezgettek, hát hisz olyan dolgokat vegyítettek össze, ami egymás hatását felerősíti, de hát ezek nem izé mérgező dolgok, nem belémdek, meg ilyenek. The tree? Ne kavarjál bele a dolgokba? Nem, csak azt angolul el akartam mondani, hogy tea of wood. Az mi? A favágó tea vagy? Nem. Fateja. Fateja, vigyázz, Benjo, fából készült a teja. Ja, igen, hát nálunk elég sűrűn van. Egyszer még kéne olyat csinálni, mint az Intelbe csinált volt. Nem. Számítógép alkatrészből? Nem, azt nem akarom film alatt megbeszélni, mert akkor lelőjük a poén. Hát az a helyzet, hogy két ugyanolyan filmet nem szeretek csinálni, tehát csináltunk. Nem ugyanolyan, meg amúgy az nincs fönt az interneten, tehát az nekünk valahol valamelyik CD-n megvan. Biztos. Korhű. Cuccokból, stb. Ja, hát mi az, ami mostanában menő? Akkor telefonalkatrészek. Telefon, nézi. Okos telefon, teja. Samsung Galaxy S5-öt megfőzni. Igen, okos telefon, teja. Képzeld el, Levente, azt hiszem március 1-én, vagy nem tudom mikor, körülbelül holnap vagy holnap után jön az Samsung Galaxy S6. Kérsz, kit érdekel? Kérsz egy felest? Ne, kóstold meg, ez nem pálinka. Gyere! Nem bízik bennem soha. Mindegy. Majd fog, amikor beteg lesz. Nem kell orvoshoz menni. Na jó van. Nagyjából összeállt ez a tétel nekünk. És aztán most jön a kóstolás része. Hagyjuk egy picikét. Kaphatok két poharat? Nem kell, hogy egyforma legyen, úgyse nagyon van. Várjál, hozok. Mihe? Itt van. Hozok. Tejás pohár. Szép poharat hozok. Hagyjál már szép, de tejás? Mert különben elreped. Nem érdekel, hogy szép, kit érdekel? Na! Mozgás! Na jó van. Most ez miért nem jó? Figyelj, a japánok isszák az ilyen... Mert azok kicsik! Érted? Negyed akkorák, mint én. És ebben hogy tegyem, érted? Ezért szeretem a tejást, mert... Akkor fölé... tessék, na végre! Itt van két szaros teát. Nem vagyok japán, bazd meg, hogy fél deci pohárból ígyom a teját! Egy ilyen, na végre, öblös, ezt szeretem, jó nagy, emberes, fasz is. Adjál még egy nagyot. 192 cm vagyok, bazd meg, nem fogok egy negyed decis pohárból, érted, itt az így nyomot. Na ez meg nem teljes, ez szétreped azonnal, nem tudtad? Nincsen másik. Ha hogyne lenne, ott van vagy 15 darab. Basszus, látod és benézek is, tényleg nincs. Itt van. Ott van, 1, 2, 3, 4, minimum, állj, bazd meg. Mi lesz veletek nélkül? Nem találjátok meg a teás poharat. Benjo, megkóstolod? Nem. Hogy? Fából van. Hát fűzfa az van benne. Gyere, az illata először. Na, még egyszer, de most már tömények összeállt. Na, mit veszel ki belőle? Van egy ilyen kis almaleves beütése. Hát a szegfűszeget érzed, meg a citromot, ami emlékeztet téged erre. Igen, hát nem tudom mit mondjak rá, vegyes érzelmeket vált ki. Táplálsz, igen. Jó, egy picit válsz, de a tiéd az előkóstolás, jó? Sőt, hát megfújkálod a tetejét, akkor apró-apró kortyok, és aztán az első benyomások, ugyanis mi maximum... Minek töltöttél ennyit? Hát, hogy így meg! Ennyit? Mégis mi a faszomnak töltenék, bazd meg ennyit, hogyha nem, majd önts ki! Hát akkor önts vissza, majd én megiszom. Hát mit gondolsz? Bleh!
Csak egy pöttyet töltök, hogy könnyebben meghűljön. Jó, na nézzük! Hát az első benyomásom igen, ami megjelenik, olyan almás. Na de hát azért vannak olyan alkotó elemi, ami rögtön ki is ütik ezt az érzetet belőled. Rögtön egy ilyen sós, tyúkhúsleves illat is bejön a lestján miatt. Mert ugye azt levesbe szoktuk használni itthon a lestján. Na, nézzük. Tyúkhústea. Hát az a tyúkhúsleves. Az egyébként szintén valahol, hát emlékszem, hogy amikor én gyerekkoromban beteg voltam, akkor egyrészt, de nem az volt nálunk a legelterjedtebb, hanem mi tanyán nőttünk fel, és volt, hogy három tanyán egyfolytában, és ott a szomszédoknál mindenki galambot tartott, és ugye a szüleim reggel elmentek otthonról, és rábíztak a szomszédra, aki egy kilométerre lakott. Érted? És hát akkor hát ő volt otthon, tudod, hát már idősebb volt. Szüleim elmentek reggel 6-ra dolgozni otthonról, és ugye mikor jöttek meg délután, 4 óra fele, hát tanya, mindegy. Lényeg az, hogy a szomszéd egyszer jön át, fekszik ott lázasan az ágyba, és akkor galambleves. Kölyök galambleves. Kölyök galambleves. Igen, és ilyen nagy pohárba hozta, hogy igyon meg. És hát ugye ezek így megdobják az embert, a tyúkhúsleves is egyébként. Maga az összetevői, nem maga a hús az, de biztos. Ehhez már nem értek egyébként, mert ez hús kérdés. Növényekhez sokkal-sokkal jobban értek, mert többet olvas, többet próbálkoztam, mint a hússal. Értünk mindent. Igen, meg fácánleves. Hát ott simán besétált a tyúkudvarba a fácán. Megfogták, megfőzték, az jó szaka. Na! Hát ez borzasztó. Hát nem, hát minden az. Hát ez tényleg borzasztó. Na de, hogy kijön a bors is? Hát ebben minden van. Hát, de persze! Ennyire mocsárvizet is van. Na de most figyelj, egy picit vársz, ez a jó, mert a bor is ilyen szokott lenni, ha kóstolod. Elmegyünk Romhány felé a Dökkúthoz, feltöltjük vízzel, merítünk bele egy hét után egy pohárra, ugyanazt az a hatást érjük el. Na, figyelj csak ide, mindjárt az a baj, hogy elsietted, tehát a kortyolás után, ha egy picit vársz egy pár másodperc, de pont ez a lényeg. Borkóstoló, vagy mi a picsa? Így van, a borkóstolásnál is az van. Fényes, meg izé. Na, akkor beszélj te, mert biztos, hogy fogsz tudni értelmes dolgokat mondani. Ha csak bele-bele kérdezel, és én nem tudom elmondani a dolgaimat, akkor miért bele-bele beszélsz, érted? Akkor beszélj egyfolytában, aztán tartsd meg a kis előadásodat. Na, el fogom mondani, hogy miről szól a borkóstolás. Hát pont nem arról szól a borkóstolás, hogy két buzi picsa beül a izébe, a tévéstúdió, és akkor nyom-nyom-nyom, pöty-pöty-hölő, hát gyümölcsös íz, és akkor hát... Túl nagy szakértő. Na jó, hát ezeket ki kéne rugdosni a világűrbe. Szóval nem, az igazi borkóstoló, az vár, és utána a benyomát, utána szétárad a szádban az íze, és a különböző benyomásait körbejárva, de nem ezt a 4 szót használva, gyümölcsös, íz, sejmes, anyád. Hát ezeket így gyorsan meg kéne szurkálni ott, ahol van. Na, most mondd el a benyomásait, utána én is. Ha vársz egy picikét... Konkrétan olyan, mint egy elsavanyított tyúkhúsleves. Olyan, a teljes mértékben. Egy elsavanyított... Ez egy kifejezetten lúgosító tea. Durván lúgosító, tehát csak olyan... Az íze az savanyú, de amúgy. Így van. Tehát általában azt mondják, hogy én is megvoltam lepődve részegen. Igen, mindig részegen meg vagyok lepődve a világ dolgait. Minden olyan újdonságként, hogy előttem egy fickó a citromot simán megettet bőröstül-szőröstül, laptop szervizbe dolgoztam, bejött és így, mint az almát. Nézek rá, te mondom, ettől nem lesz vastag, gyomor, sava, nem marja ki a beled. Nézem, azt mondom, te buta vagy, azt mondom, hogy ez lúgosít. És akkor tudod, ezek így beülnek az emberbe, hogy mit hittem eddig én a citromról, hogy ez savas, nem lúgosít. És akkor persze, az ember elsőként azt érzi, hogy ilyen savanykás beütés, mint a romolt tyúkhúslevest, kint hagytuk vagy 5 napig a napon, de egyébként az alkotó elemei szinte 90%-ban lúgosító. Tehát egymásra hatnak, egymásra épülnek, egymás kiegészítve, jó durva. Igen. Mert tényleg már csak egy kis só kéne, aztán tényleg... Hát a só az pont nem lúgosít. Hát jó, de akkor lenne igazi az íze. Na most figyelj! Elsőre...
Hát igen, hát ebben aztán tényleg mindenféle ízvarázs van. Igen, ott van a lestján miatt, ott van a tyúkhúsleves. A bors, az pedig a végén jelentkezik. Enyhe csípős érzet. De igen, a savanyú íz, azt ugye kihozza a citrom, és rá... Ja, és a fűzfa kéreg. Hát az se elhanyagolható, az is megjelenik. Tehát az, a szádban különböző helyeken vannak az ízlelőszervek. Az egyiket itt érzed, ezeket most így fejből nem megy, a gyerekkoromban tanultam, de azt hiszem, hogy a savanyú itt, a keserű két, valami ilyesmi. Na mindegy, ebből belekortyolsz, eltelik egy pár másodperc, és akkor így elkezd körbejárni a dolog. Ugye már mindegyik máshol jelenik meg, mindegyik íz máshol jelenik meg, mindenik összetevője más-más. Hát a fűzfa az keserű, de nem is kicsit. Ha csak fűzfát főztünk volna most, az olyan lenne, mint az aspirin. Tehát ha gyógyszert veszel a szádba, az egy keserű dolog. Érted? És a fűzfa, hogyha a gyomorba jut, az alkotóló elmei aspirinre bomlanak. Tehát durva fájdalom is kapító. Ki tudja, hogy ez minket kijutni? Ez? Semennyire, hát ez, ne viccelj már, citrom, oké. Okay. Jó, de mi volt az, amit titeket annó kijutott? Anyával? Aha. Hát az most így fejből nem megy, de újra össze tudnám pakolni. Meg most nincs itthon vagy négy összetevő. Hát mit tudom én, drogok. Áfront tudnám. Hát kalapács. Egyébként alapvetően ízletes. És ugye Benjo miatt szoktunk csak a tejánkba cukrot rakni. Meg kéne vele kóstoltatni. Benjo! Nem! De oda! Nem! Jó, oké. Gyere majd egy pillanatra! Nem! Na! Nem! De! Oké, na! Szerintem kezd unalmassá válni a téma. Lényeg az, hogy ez egy kifejezetten ízletes tea, így a vége fele már. Lenne! Lenne, ha? Hogy nem kéne meginni, tudod? Na de hogyha például ugye bármelyik őtök le van esve a lábáról, de nincs, mert ugye azért én gondoskodok róla, hogy ilyen gyógyfőzetekkel, boszorkány csípésekkel felütöm a témát, és így talpon vagytok általában, tehát meg is támad benneteket valami kis víruska, az így köszön is el vagy aznap, vagy másnap. Hát legutóbb ez pont nem így volt, de mindegy, ez már lényegtelen. Ez Benjo-ra volt hatán, de... Benjo volt, mert rajtam átment max két nap alatt, vagy egy... Egy nap, 24 óra. Anyán aznap reggel rosszul lett... 5 perc múlva jó is lett. Ja, hazajött, megfőztem neki 2-3 dolgot, már ment is, fel is pattant, és mindegyikünk influenzás volt. Kapcsolt ki! Már elég volt ennyi.